Tehát egészen jó volt az, amikor meghallottam fél órányira innen, hogy itt valaki éhesett. Ne legyen igazam, de Olaszország felől ilyen vietnámi, ilyen csüngőhasú malacoknak a hangját hallom. Megyek és megnézem, hogy honnan, kik, mit csinálnak. Ahogy ezt az utat megteszem, egyetlen nóta szövege és dallama erősödik fel bennem. Csúri Béla, Erdő, Erdő. Ugye átlépve immáron az olasz határ. Ugye az én tippem az, hogy innen egy 20 perces turista ösvény vezet át ezen az erdőn keresztül a jószágokhoz. És amikor meglátok ilyen jópofa segítségeket, mint egy ilyen fából kirakott vonalat. Na, ezekből következtetek arra, hogy jó úton haladok. Menet közben azért a itt élő emberektől tájékozódtam, tehát kaptam egy fülest, hol lehetnek ezek a vietnámi csüngőhasú sűdők, és ők ezt a Vinkelám nevű helyet tippelték meg, úgyhogy most ezért vágtam bele ennek a 20 perces útnak. És hát mondom sem kell, hogy valahol ki van kövezve az utam, de nem mindenhol. Például. Nem tudom, lehet-e látni, de murvával le van szórva az út. Ugye ez többek között ez talán azt is jelenti, hogy most még nem tévedtem el. Na most ezeket a nyomokat, hát egy jó nagy darab Bernát-hegyinek a gondolom, az hagyhatta itt. És akkor majd meglátjuk, hogy így van-e, vagy nem. Because it's nice, dog. Aha. Azért ezek a kis hidak nagyon csúszósak, ám még jó, hogy egy fémháló is van alatta. Akármin is képes vagyok elcsúszni. Főleg ma. Tábla szerint már 5 perc utat megtettem. Még van 15. És hogy mondjam azt el közben, hogy az ilyen széles ösvényeket szeretem. Egyértelmű,
nincs benne semmi izé, így volt vagy nem így volt, gyakorlatilag egy személyautónak a szélessége. Na ezt már ösvénynek nevezem. Ennek a kis pataknak milyen nagy hangja van. Végre megpillantottam egy mézeskalás házikót. És már remélem, hogy ez lesz az, ahol jövök. Gyönyörű híd vezet át, nézzük csak. Csak jó helyen vagyok, ha szépen könyörgök, szerintem abból lesz egy nagy kávézás. Ah. Úgy tűnik, hogy ezért kellett nekem ezt az utat most bevállalni. És azt hiszem mondanom sem kell, hogy öröm határtalan. Tehát egészen jó volt az, amikor meghallottam fél órányira innen, hogy itt valaki éhes. Hát, hatan. Akkor nézzük csak. Jó van, azért nem kell túlzásba se esni. És én úgy gondolom, hogy végre megihatom a jól megérdemelt kávét. No, szóval ez a második kávém itt. Nem tudom, hogy lehet-e látni ezt a hátteret. Tehát ez valami elképesztő, úgyhogy kedves egészségünkre!